A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a tagok versenyképességének fenntartása érdekében számos új szolgáltatást indított a közelmúltban, ilyen a szaktanácsadás is, amelyre pályázati forrást is elkülönítettek. A szaktanácsadók a falugazdász hálózathoz kapcsolódnak, közülük képzik ki azokat a szakembereket, akik segíthetik a gazdálkodók munkáját. Erről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke beszélt 35 perc című magazin műsorunkban. Hozzátette, a cél, hogy a gazdálkodók a gazdaságban dolgozzanak, az adminisztrációs feladatokat pedig az ehhez értő szakemberekre bízzák. Elmegy ugyanúgy, mint a könyvelőhöz, elviszi a papírjait, tartozik valahova, ahova elkötelezett lesz az a szaktanácsadó, megismeri a gazdaságát a termelőnek, fogja tudni, hogy állattartó, nem állattartó, mivel foglalkozik, gyümölcsös, milyen a gazdasági összetétele, és a szaktanácsadó tartja nyilván, hogy annak a gazdaságnak mikor milyen kötelezettségei vannak, és akkor nem fordulhat elő nagy reményeim szerint, hogy a gazdálkodók olyan helyzetbe kerülnek, hogy párnapos késés miatt olyan támogatástól esnek el, amik a gazdaságokat olyan negatívan befolyásolják, hogy ellehetetlenül a tovább lépésük. A megyében Mátészalken és Fehérgyarmaton működik már ilyen szolgáltatást adó központ, de folyamatban van a hálózat további bővítése. A gazdálkodóknak az egyéni tanácsadás költségének 10%-át kell megfizetniük, de ezeket a költségeket is leírhatják a kamarai szolgáltatásként. A csoport a szaktanács pedig teljesen ingyenes.